A Rázgyöngyi Közösségi Központ és az Európai Roma Szakgimnázium olyan általános iskola után a középiskolából valami okból kimaradó 14-15-16 éves gyerekeknek biztosít vendéglátó ipari szakközépiskolába beiskolázást, akik ugye nem járnak most iskolába, erről beszélgetek most, vagy erről is. Csóka János Pállal, a Budapesti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, a Rázgyöngyi Közösségi Központ és az Újpesti Cigánytanoda kitalálójával, és dr. Purib Balázsral, az Európai Roma Szakgimnázium igazgatójával. Hú, mennyi titulus! Jó napot kívánok! Jó napot! Üdvözöljük a nézőket! Na, kezdjük onnan, hogy azért alapvetően a Rázgyöngyi Közösségi Központ egyik fő iránya, amellett, hogy az újpesti cigány hagyományokat akarja ápolni és bemutatni, a tanítás, a megfelelő útraterelés, az iskolapadban tartás, az a cél, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el az idejüket. Ugye ebbe passzol körülbelül ez a dolog, és mi partítottak, és sok a csellengő gyermek Újpesten? Vagy kamasz? Nem csak Újpesten, maradjunk Budapesten, mert ez az iskola lefedi egész budapesti körzetet. Arról van szó, hogy azt vettük észre, hogy mi már ezt régen Újpesten is észrevettük, hogy nagyon sok a csellengő gyerek, és annak idején annak az apropójából csináltuk meg azt, hogy legyen egy kihelyezett úgynevezett tanodánk, mi már akkor létrehoztuk, igen, amikor még nem is tudták, hogy így van, és most hála Istennek van. És ez az iskola 1992-ben alapította egy egyház, és a hosszú idők folyamán, amikor bejött az egyházi törvény, akkor volt kapcsolat, és az akkori fővárosi roma önkormányzat átvette ezt az iskolát hatáskörébe. És amikor élettem az elnök a fővárosi roma önkormányzatban, akkor természetesen találkoztam Balázsral, és ezeket a dolgokat felépítettük, azt a stratégiát, hogy hogy kéne a gyerekeinket megmenteni, mert a legfontosabb az, hogy a gyerekeink tanuljanak. Ma Magyarországon, és nem csak Budapesten van egy olyan dolog, hogy a nem jó tanuló gyerekeket sajnos picit kinyomják ilyen magántanulónak a iskolát. Tehát, hogy hagyjuk, ne foglalkozzunk vele. Ne foglalkozzunk ebben, mi pont ezt akarjuk meggátolni, vagyis olyan gátot szeretnénk ennek vetni, hogy beszeretnénk húzni ebbe az iskolába. Itt speciális tanárok tanítanak, nagyon jó a dolog, amit a gyerekek tanulnak, szeretik ezt a tanulási módszert, de erről majd az igazgató úr többet fog beszélni. Nekünk az a feladatunk, hogy a Rázgyöngyi Közösségi Házzal és a Ötös József Cigány Pedagógiai Társasággal megbeszéltük már Gáborral ezt a dolgot, hogy Újpesten is vannak csellengő gyerekek. Már Mornán István Gáborral, újpesti roma nemzetiségi önkormányzat elnökével. És a tanodába is járnak, és tudunk nagyon sok újpesti fiatal gyerekről, aki 16 éves elmúlt, de nem tanult tovább, mert nem kötelező már rá az, hogy tanuljon tovább. Miközben a képességei meg lennének akár? Abszolút. Abszolút. Tehát olykori képességek, tehetségek mennek a levesbe? Azért, mennek a nagyon senki figyel rájuk. Senki. Mennek a levesbe. Meg nyilván az van, hogy így jól van, inkább. Így van. Mennek a levesbe. Nagyon jó fogalmaztad meg, és ezeket a gyerekeket szeretnénk azt, hogy bevigyük az iskolába, és de erről majd bővebben az igazgató úr tud mondani. Mielőtt kérdezem az igazgató urat, azért ti itt a Rázgyöngyiben, itt sok olyan gyereket is foglalkoztattok, meg sok olyan gyerekkel foglalkoztok, akik ebben a helyzetben vannak, tehát abszolút konkrétan láttok ilyeneket. Abszolút. Nem? Lássuk azt, hogy a gyerek el fogja végezni a 8 általános, és a szülői háttér olyan, akkor bekerül ebbe a úgynevezett csellengő fiatalok körébe. Ez egy ördögi kör, nem nehéz belőle kikerülni? Hát nagyon nehéz kikerülni. Külső segítség nélkül. Ha nincs külső segítség, és itt a minisztériumokkal, meg van egy nagyon jó hírem ebben a dologban, hogy önállóak vagyunk. Nem tartozunk se a klikhez, se az emihez, hanem a gazdasági minisztérium alá tartozunk. Igen. És a fő szempont ebben, hogy ez sokkal könnyíti a munkánkat. Mert mivel hogy csak a gazdasági minisztériumnak a fennhatósága alá tartozunk, azt hiszem egyedüliek vagy van még egy ilyen alapítvány, mint ami mi a főváros vagyunk ebbe a dologba, és ez könnyít a munkákat. Nagyon nehéz behozni a gyerekeket. Bejönnek a gyerekek, aztán egy idő után úgynevezett slangben fogom mondani, tipli. Na most van egy olyan dolog, hogy új módszereket vezetünk be most az iskolába, jeles embereket meghívunk előadásokat tartani, ilyen órákat tartani, ezek zenészek, vagy népművelők, vagy festők, vagy akármi. Ezt jól működteti az iskola.
És na de akkor ez lehet az a fegyver, hogy ne legyen tipli, hogy érdekes legyen az oktatás? Minden oktatásnak az a lényege, hogy a gyereket érdekeltét kell tenni. Tehát itt visszakanyarodva a kérdés elejére, nincs olyan, hogy tehetségtelen gyerek. Tehát minden gyerek valami, minden ember valamiben tehetsége. Valami tudira jó. Biztos, hogy jó. A baj az, amikor ezt a tehetségét elkezdi elpazarolni teljesen másra, és ugye itt annyiban egészíteném ki a Jánosnak a mondatát, hogy amellett, hogy itt a Rácz Gyöngyi Közösségi Központ, az Újpesti Róma Nemzetiségi Önkormányzat, a Fővárosi Róma Nemzetiségi Önkormányzat, a mi Európai Róma Szakgimnáziumunk találkozott a kormány akarattal, ami a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül valósul meg, és ezáltal a minisztérium ebben támogat is minket, és maga a miniszter úr, Varga Mihály miniszter úr személyesen is támogatja ezt a kezdeményezést, hiszen maga a kormány program az, hogy ezeket a csellengő gyerekeket versenyképes szakképesítéshez lehessen juttatni, tehát hogy ők ne szakképzetlenül nem csak hogy csellengjenek, hanem egyáltalán majd a munkaerőpiacra kikerülve hisz akkor esélyük sincs. Esélytelenné váljanak, hanem ez egy versenyképes szakképzés legyen, szakképzettséget szerezzenek, és ezért is a mi iskolánk az egyetlen Budapesten, amelyik a pincér szakácsképzést végezheti, tehát a szakma szerkezeti döntésbe be vagyunk emelve, ilyen szép germanizmussal kifejezve, és mi képezhetünk egyedül ilyeneket, pontosan azért, mert a mi célunk az, hogy olyan felkeltsük az érdeklődését azoknak a gyerekeknek, akik a családi hátterük, a szociális környezetük az egyebek miatt egyébként az iskola iránt ellenségesen vagy passzívan viselkednek. Jó, de pont ez az, hogy mert még, hogy oda kerüljön a diák, vagy a gyerek, vagy a kamasz, az egy dolog, de azért előbb-utóbb... Ott kell tartani. Igen. Na, hát erre jön a program, tehát amiben ugye egy diákot nagyon nehéz azzal ott tartani, hogy mennyire jó, és minden matek tanártól elnézést kérnek, mennyire jó a matematika, és mennyire csak jó, nem érdekli, ha csak ez... nem érdekli, de legyünk őszinték, azért általában ez egy átlagosztályban maximum egy gyerek, akit ez tényleg érdekel, hogy mi a különbség a színusz meg a koszínusz között, és ő focizás helyett azzal akar inkább foglalkozni. Pontosan ezért a mi iskolánknak az a programja, hogy egész napos iskola, tehát reggel 9 órakor kezdődik a tanítás, és nem 8 órakor kezdődik a tanítás, reggel 9 órától délután 4 óráig van, délelőtt vannak a tanítás, tehát a közismereti órák akkor zajlanak, illetőleg a szakórák, hiszen mi szakgimnázium vagyunk, és ezt követően délután jönnek azok a képességfejlesztő rehabilitációs mentor programok, amelyek játékosan, beszélgetéssel, audiovizuális kommunikáció oktatásával, számítástechnika oktatásával, egyebekkel zajlik, és interaktívan tudnak vele fejlődni. Illetve hát nem érzik tehernek. Nem majd. Teher. Hát van is olyan diákunk, aki kijelentett, hogy végre egy iskolában van, ami nem börtön. Tehát, mert ugyan természetesen megvan a tanrendünk, de azzal, hogy mi projektmódszerrel tanítunk, ami azt jelenti, hogy nem úgy jönnek az óráink, hogy énekóra után történelem, történelem után fizika, fizika után kémia után a matematika, hanem hasonlóan egy picit, mint a Waldorf módszer, hogy hónapra lebontottan irodalom, történelem, földrajz, tehát mindig igyekszünk, hogy egy dologra kelljen a diákoknak koncentrálniuk, ezáltal viszont sokkal szabadabban tudjuk az órakeretet is megszabni, mert ha látjuk azt, hogy már kezd leülni, kezd elfáradni, akkor tudja azt mondani a tanár, miután vele vannak utána is, tudja azt mondani, hogy jó, akkor itt megálltunk, ki az udvarra, mert gyönyörű helyen vagyunk, ott eldumálnak előtt. A harmadik kerületben. A harmadik kerületben a Selyem gombolító épületében van, ez az régió Budából maradt meg. Ez az épület, ez egy kulturális innovációs alapítvány tulajdonában levő ingatlan, akik támogatnak is egyébként minket, tehát ők ebben szintén részt vesznek, és ez egy saját parkkal, saját udvarral, halastóval, egyebekkel rendelkező zárt kis világ, gyönyörű környezetben, egy régi 18. századi épületben van ez, tehát az egésznek egy fantasztikus patinája és hangulata van, és ez adja ezt a zártság is, adja azt, hogy azoktól a külső hatásoktól is elzártak. Hogy... Jó, de ez viszont így nem börtön jelleg? Nem, mondtad. És nem érzik annak. Tehát már pontosan azért nem érzik annak, mert ezek a kőfalak azért nem ilyen, tehát nem szöges dróttal körbevett kőfalak, hanem az egésznek egy olyan hangulata van a saját udvarával, a saját parkjával, a saját halastavával, ami egy kellemes környezetet biztosít. Tehát egy olyan, mintha egy jobb, milyen hasonlatot fogok használni, ha szállodának a saját belső parkjába lenne, és hát ehhez természetesen a tanárainknak a kommunikációja is olyan, és a tanárainknak a hozzáállása is olyan, hogy mi mindegyik hasonló intézményből jött tanítani, tehát a szakmai gyakorlatukban pont az ilyen hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, magatartászavaros esemény gyerekekkel foglalkoztak korábban.
Nálunk finoman fogalmazva nem a poroszos oktatási stílus zajlik. Mm. Természetesen van követelmény. Hisz az akkor nem is lenne, nem is vezetne eredményre. Hát ők azért kerülnek ki. Hát ők pontosan ezért kerültek ki ebből a többi oktatási intézményből, mert ennek nem megfelelő. Gyönyörűen egyébként a gyerekek teljesítenek, mint mindig az oktatás azért nem egy könnyű dolog, meg egy gyerek érdeklődését fel kell tenni, de vannak eredményeink, tehát nagyon szépen haladnak. Amit viszont nekünk szoktak szegezni, mert hány diák végzett. Egy se, tekintettel arra, hogy az első évfolyam indult idején, és ezért is van most a toborzás. A másik lehetőségünk megvan, ami nagyon sok oktatási intézménynél nem, hogy ösztöndíjat fogunk tudni biztosítani a diákoknak. A végén? Nem, most, már azzal, hogy ő elkezd járni. Tanulmányi eredményhez kötő? Vagy... Bejáráshoz kötött. Tehát itt, van, itt az igazi csapda, hogy mert ez egy csapda. Nem jössz be, akkor nincs ösztöndíj. Nincs, ha nem jössz be, három igazolatlan óra elbuktad az ösztöndíjat. És a következő, akinek nem jutott eddig ösztöndíj, ő viszont meg fogja kapni. Mm. Tehát pontosan azért, mert a családokat is értekelté akarjuk ebbe tenni, hogy nem csak, hogy a gyereknek nem kell tanszert venni, a gyereknek nem kell az élelmezéséről, egyebekről gondoskodni, hogy ő az iskolába jár, tehát nem kell vele beküldeni ételt, mert nálunk mindent megkap, a tankönyvet, a tanszereket, az eszközöket, a napi háromszori étkezést, hiszen egész naposak vagyunk, tehát rendesen van 10 órai ebéd, rendesen van uzsonna, de emellett most már egy civil szervezet támogatásának köszönhetően egy egyébként eléggé kormányközeli civil szervezet, mielőtt valaki másra gondolna, támogatásának köszönhetően, kapnak a gyerekek ösztöndíjat is. Tehát meg lesz a lehetőség rá. Egyelőre 20 gyerekre van lehetőség. Hogy igen, bár mindegy, honnan jön a jó pénz, hogyha jó pénz. De hát 20 gyerekre van, de pontosan igen. Azt is szeretnénk, hogy az tényleg egy érdem legyen. És azért ez az ösztöndíj a jelenlegi kalkulációink szerint havi 10.000 forint lesz, ami azért nem kevés összeg egy ennyi idős gyereknél. Ez a tény, hogy jó helyen vannak a diákok, hogy élelmet kapnak, azoknak a szülőknek, akiket mondjuk te is ismersz itt Újpesten, akiknek nem minden áron az a céljuk, hogy a gyerekük tanuljon, mert nem az. Ez motiváció? Hogy jó van, a gyerek jó helyen van, kaját kap, aztán mit tudom, tanul. Hát nézd, itt hadd vegyem át egy picit a szót, tehát egy gondos szülő számára az, hogy a gyerek nem cselleng az utcán, nem bandákba keveredik bele, nem drogkereskedelembe keveredik hanem egy ellenőrzött helyen van, most teljesen mindegy, hogy nem is az oktatás a lényeg, de a gyerek jól érzi magát. Na, igen, jó példákat lát, azért azt ő viszi haza. Az, hogy rendes ellátásban részesül, azért azt a pedagógiai figyelmet is megkapja. Azért nekünk vannak olyan gyerekeink, akiknek igen komoly háttér problémáik is vannak, tehát adott esetben rendőrségi ügyek egyebek. Mm. Van olyan diákunk, akit eddig az mentett. Ez kizárók egyébként? Nem. Mi nem zárunk ki senkit. Tehát mindenki tiszta lappal indul. Nálunk mindenki tiszta lappal indul. Tehát nálunk nincs az, hogy nincs felvételi. Tehát oda jön, azt mondja, hogy ő ide szeretne járni, ide fog járni. Ez nem azt jelenti, hogy tőle innentől kezdve ő halálbiztonságban van, mert innen ki se kerülök. Azért neki bizonyos követelményeket természetesen teljesítenie kell. Csak az nem az a követelmény lesz, hogy holnapra tanuld meg a Velszi bárdok összes verszakát, hanem hozzáigazítva ezért is vannak a mentoraink, igen komoly tapasztalattal, akik délután foglalkoznak velük. Ha felzárkóztatni kell, felzárkóztatják. Ha csak egyszerűen foglalkozni kell vele a problémáikkal, akkor foglalkozni kell. Tehát mi elkezdtem mondani, van olyan diákunk, aki eddig azért úszta meg az előzetes letartóztatást, mert hogy hozzánk jár. És a pártfogó felügyelő addig azt jelenti vissza, hogy eddig minden rendben van. Ha ő már nem fog hozzánk járni, az viszont egyenesen azt fogja jelenteni, hogy be fogja járni lebeg előzetet. Lebeg fölötte a Demoklész kardja. De jár, tehát szereti. Nem azért jár, mert hogy ne csukják le, mert jól érzi magát a közösségben. Na most ez roma gyerekeket érint? Nem. Kizárólag? Ez mindenki. Tehát ez minden gyereket érint, aki ebben a szituációban van. Tehát itt Újpesten is minden gyereket. Ebben, hogy egészítsen, Bobaláské, hogy nekünk a mentalitásunk ebbe olyan volt már annak idején, amikor elkezdtük ezt, hogy észrevettük, hogy cselengenek a gyerekek Újpesten, hogy ez nem csak roma. Mm. Tehát az... inkább a szegény gyerekekre van szó, mert hát a szülői háttér, amit előbb kérdeztél, az nem a legfényesebb, igen, amit a szülőktől tanul a gyerek. Na most, ha ebbe bekerül ebbe a programba, nagyon nehéz, most ezt őszintén megmondom, nagyon nehéz. Nekem az én szempontomból, hála Istennek, az egy nagy mankó volt, hogy Újpesten mi ezt a úgynevezett tanoda programot a Gáborral, és a Gáborék ezt nagyon jól csinálják. Csináltuk, elkezdtük már annak idején, igen, és ma már odáig fejlődött, hogy 60-70 gyerek bejár, és mindig jönnek. Na most ezt a mintát látva, hogy bejönnek a gyerekek, mert itt is a uzsonna azért megvan délután,
néha még szendvicset is haza tudnak vinni, mert annyit csinálunk. Társaság is van, társaság is van, programok is vannak. Személyfejlesztők vannak, stb. És lehet mérni a gyerekeket, hogy emelkedett a tanulmány átlaguk. Na most nálunk is ezt akarjuk bevezetni, mert Balázs is most másfél éve igazgató, én is egy olyan másfél éve ezelőtt vettem át a fővárost, de akkor a harcok voltak, hogy erről nem is érdemes beszélni, mindenki minket ki akart nyírni ebbe a dologba. A roma mozgalomtól kezdve beépült a fővárosba egy nemzetbiztonságos ember, nincs ennek jelentősége, ezt mi túléljük, mert van egy célunk, egy közös célunk, hogy azokat a gyerekeket behúzzuk, akik csellengenek ma Budapesten. Jöhet vidékről is, mert onnan is megkaptuk az engedélyt, hogy jöhetnek vidékről. És most már abban is dolgozunk, hogy igenis terítsük ezt az egészet, és szeretnénk ezt fejleszteni, és az benne a nagyon jó, hogy van az iskolánk, van a főváros, és van, ahol vagyunk. És az ottani gondolkodás és azoknak a vezetőknek, akik ott ezt a létesítményt mozgassák és segítik, hogy nagyon nagy segítő szándéka vannak velünk szembe. Tehát tulajdonképpen itt találkozott egyrészt itt azért, vágy itt... és akarat, másrészt pedig vannak olyan oktatási tapasztalatok, igen, amit lehetett egyesíteni, igen, és felhasználni ebben az iskolában. Pontosan, de most még egy pár mondatot azért hagyd mondjak, hogy mi is ez a képzés, mert azon kívül, hogy vendéglátó, ezen egy elegánsan átléptünk. Tehát azért is jó a kérdés, hogy csak nem felejtettük el. Tehát az, hogy igen, ez nemzetiségi szakközépiskola, mert hogy a roma önkormányzat tartja fenn, egyedül rajtunk kívül szakgimnázium az országban, valahol Bács-Kiskun megyében van, ott egy német nemzetiségi önkormányzat tartja fenn. Tehát mi vagyunk az egyetlen ilyen. Mindenki más alapítványi. Tehát ez nemzetiségi önkormányzat által fenntartott. Ezért a nálunk a képzés. Nem, ez így van. Tehát a Kaiag is alapítványi fenntartású non-profit KFT tartja fel a Gandit. Csak én is gondolkoztam, hogy a Gandi Pécsen. De igen, az nem non-profit KFT tartja Horváth fel. Horváth gimnázium is van Pécsen. Igen. De lehet, hogy ez is. Én ezt a kormányhivatal tudom. Ez másfelé vezet, úgyhogy igen. De én ezt a kormányhivatal tudom. Igen. Tehát én ezt onnan tudom, hogy ők mondták, hogy aha, mi vagyunk a második, vagy első, vagy az a kettő között az egyik. Amit tudni kell, hogy nálunk ezért nem 4 éves a képzés, hanem 5 éves a képzés, mert nemzetiségi képzés van. Nem csak roma fiatalokat várunk értelmszerűen, bárki jöhet, tehát bárki bekopogtathat, és bárki jöhet, és nyugodtan elkezdhet tanulni. Folyamatos a felvétel nálunk. Tehát évközben is? Évközben, hogyha olyan szituációba kerül egy gyerek, hogy kikerülne az iskolájából, mert már a 16. életévét betöltötte, és vannak vele bizonyos problémák, ami miatt az iskola úgy dönt, hogy már nem kell bent tartania, akkor is be tud hozzánk iratkozni minden további nélkül. Azt technikailag mi megoldjuk, hogy felzárkóztatjuk őt az adott évfolyamhoz, tehát az természetesen kell. Illetőleg van esti általános iskolánk pontosan azért, hogyha valaki abban a szituációban van, hogy, és itt szokott egy zavar lenni, hogy az esti általános iskola nem azt jelenti, hogy első osztálytól, hanem az arra van, hogy a 7.-8. osztályt el nem végzetteket felzárkóztatjuk, és mehet tovább a középiskolába. Hát. Így van. Vendéglátót kezdted el. Igen. Miért vendéglátó? Azért vendéglátó, mert azt figyeltük meg, itt az alatt a körülbelül cirka 2 év alatt a Jánossal, amióta mi ezt azért 2 év alatt építettük fel közösen, azt figyeltük meg, hogy erre van érdeklődés. Ilyen egyszerű. A diákok részéről? A diákok, vagy a családok részéről, és a piac részéről. Csak azért kérdezem ezt is, mert azért ha körbenézünk, akkor nekem is több vendéglátós ismerős. Piac részéről is erre van. Nem talál rendes pincért, nem talál rendes szakácsot. Csak a mi szempontunkból az volt, hogy a gyereket hogyan tudjuk behozni, tehát mi nem annyira a piac érzékenyek voltunk. Igen, de azért nem árt, hogyha a kereslet és a kínálat. Persze, ez megint csak egy szerencsés találkozás. Ezt figyeltük meg. Ez az, amiben aztán a miniszter úr nagy segítséget nyújtott, hogy bár Pest megyében, illetőleg a fővárosban nem lehetett ezt a szakképzést végezni, de mi megkaptuk a pincérszakácsot, illetőleg a vendéglátás szervezőt, úgyhogy mi úgy tudjuk felépíteni nekik, hogy 4 év szakgimnázium szakérettségivel, tehát vendéglátó szakérettségivel, és az 5. év az a ráépülő választott vagy pincér, vagy szakács végzettség. Na most ugye ez természetesen szakmai gyakorlati hely biztosításával történik, és ahogy te is mondtad egyébként, már mi is ugye tárgyalásban vagyunk nagyon sok vendéglátóhelyel, mindenhol már várják, hogy legyenek olyan korúak, hogy jöjjenek a gyakornokok, mert akár ott is tartják őket dolgozni. Tehát nincs már... olyan előítélet ebben, hogy ne jöjjön már roma? Nem, sőt, fordítva van. A vendéglátóban pincérek. Nagyon szeretik a roma pincéreket. És a roma szakácsokat, mert nagyon megbízhatók és nagyon jól dolgoznak. De nem éreztek egyáltalán ilyesmit? Ebben nem. Tehát hipokriták lennénk, ha azt mondanánk, hogy nincs előítélet.
ítélet, természetesen. Hát, hát igen. Tehát a Jobbik székházában ezeket, ezeket a háborúkat meg kell nekünk is vívni. Természetesen megfeszül sokszor sok embernek az arca, hogy roma. Kár lenne ennek hátat fordítani, és azt mondani, hogy ilyen nincs. De pontosan ez a képzés, és pontosan ez az iskola pont ezeket az előítéleteket is tudja leépíteni. Na pontosan azért, mert hogyha ti ezeket a gyerekeket nem visszaterelitek a tanulás meg a munka világába, akkor nyilván ez egy logika, ez egy, nem teljesen normális, persze, hogy az előítélet is kevesebb lesz. Aki oktatásban dolgozik, az pontosan tudja az ilyen, nem olyan rossz ez. Legyünk jó hiszeműek is, hogy ez így van. Abba gondolj bele, nem, ez részben azért igaz. Abba gondolj bele, hogy mondjuk van egy iskolában 10 nagyon rossz magatartású, nehezen kezelhető gyerek. Ebből te 2 el tudsz úgy kapni, hogy ő visszaterelődik tényleg az útra. Gondolj bele, hogy neki lesz 2 gyereke, 3 gyereke, aki már ezt a mintát fogja továbbadni. Az oktatás az soha nem gyors hasznot hoz. Tehát az, hogy ezek az előítéletek leépüljenek, az, hogy ezek a gyerekek sikeresen... Ezt mi már a Jánossal ennek a sikereit még én sem nagyon valószínű, hogy meg fogom 100%-osan érni. Ha van 10 rossz gyerek az iskolába, akkor vagy mit tudom, 2, akkor biztos, hogy hát igen, mert miért? Hát mert cigány. Mert ő cigány, vagy azért, nem? Mert cigányok között él, vagy azért, mert ő cigányok között él. Tehát ez létező dolog még mindig. Sajnos ez igen. Nálunk János, viszont... Nem? Abszolút, mert ha saját példámat veszem, és nagyon sok fórumon elmondtam, és tartottam előadásokat fiataloknak, szakkollégiumokban meghívtak. Még csodálkoztam, hogy meghívnak előadásokra. Hát nyilvánvaló utána néztek a életemnek a hátterébe, és én nem szégyellem, 3-szor jártam az elsőt. Estén végeztem a 8 általános, estén végeztem a gimnáziumot, és jártam szabad egyetemeknek az előadásaiba, mert rákattantam arra a dologra, hogy jobb, ha tudok valamit, és nem. Ma már a fiam az diplomás ember. Közgazdász. Hát erről beszél. És pont erről beszél a Balázs, itt tegyem azt hozzá, ő neki már nem 8 osztályos lesz a fia vagy lánya, a gyereke születik. Én is rablóból lettem pandúr egyébként, mert hogy én egy csibész gyerek voltam mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban. Más kérdés, hogy nekem az a családi hátterem megvolt, ami engem ezen átemelt. De ez csak szerencse kérdése tulajdonképpen. Hogy oda születtem. Így van, de nekem a családi hátterem megvolt. De pontosan azért, mert én tudom, hogy milyen az, hogy mennyivel könnyebb iskolát kerülni. Ezért szoktam a diákoknak mondani, hogy amikor gondolnak rá, én azt már rég megcsináltam. Tehát, hogy ezeken a disznóságokon ez már jó, túl vagyok. Ez is jó, hogy tudod, nem egy ilyen piedesztáról beszéltek. Persze, és a tanáraink zöme ugyanilyen. Tehát, hogy azért ők mindegyikben van egy kis vagányság azért, hogy de ezért is tudjuk őket kezelni. Tehát ezért értjük meg, ezért nem lehet ezekkel a gyerekekkel mereven kommunikálni. Alapvetően szerintem egyetlen egy gyerekkel sem lehet mereven kommunikálni, minden gyereknek a saját nyelvén kell beszélni. Ez nehéz, pedagógusnak nehéz, tanítónak nagyon nehéz. Hát tudom. Igen, meg hogy közben integrált az iskola rendszerbe, stb. De azt, annyi reformpedagógiai módszer van, ami már bebizonyította, hogy egyébként ez működik. És itt azért a János mondatára visszatérve, hogy igen, ezek a hagyományok a tanodában már itt megvannak, ez most azért egy picit tovább lépés, mert az egy tanoda. Nem mondom, hogy az kevés dolog, de ez más tészta azért. Más, itt abszolút. Ezeket a tanodai módszereket, amiket a Jánosék is alkalmaznak, visszük most be a közoktatásba. Mert ez működik. Tehát az működik, hogyha családias, közvetlen hangulat van a diákokkal, működik az, hogyha minden diáknál törekszel arra, hogy megtaláld a hangot, mindegyikkel meg lehet, a legproblémásabban is meg lehet találni. A szülőkkel? Nekünk most jelen pillanatban a tanítványaink zöme az állami gondozott. Tehát mi még a szülőkkel nem. Én úgy vagyok vele, hogy a szülővel is meg lehet találni a hangot, egyetlen egy van, nem szabad az iskolából a szülőt kizárni. Tehát nem szabad azt elérni, hogy az iskolát a szülő úgy lássa, mint valami zárt intézményt, ahova ő nem jut be, ahol ő csak a gyerekétől hallomásból hallja, hogy mi történt, mert mindig ebből vannak a konfliktusok. A mi iskolánk nyitott. Szülő be akar jönni, jöjjön. Be akar menni egy órára, üljön. Tehát szembesüljön maga, sőt, én mi azt lássa, hogy mi történik. Lássa, hogy mi történik. Sőt, nekünk van szakképzésünk is, pontosan azért őriztük meg a 8 osztályra épülő szakképzést, mert adott esetben üljön be a szülő a szakképzésre, az államilag finanszírozott szakképzésre. Nagyjából ugyanazok a tanárok fogják bizonyos dolgokba tanítani, mint adott esetben az ő gyerekét, hiszen ez a pincérszakács az egyébként 8 osztályra épülő lenne. Tehát ugyanazok fogják tanítani. Tehát amikor a gyerek majd hazamegy és azt mondja, hogy mert a Józsi bácsi pikkel rám, mert azt mondta, annak a szülőnek fogja mondani, akit ugyanaz a Józsi bácsi adott esetben tanít, és a szülő tudja, hogy azért velem nem így szokott kommunikálni, akkor te büdös kölyök, valamit már megint csináltál.
Azért a Józsi bácsik is nagy, vagy a legfontosabbak, mert azért alapvetően bármilyen program ide vagy oda, egy iskola tanártól lesz jó vagy rossz. Csak a tanáron múlik. Legyünk őszinték, én is nagyon sok, és sajnos itt a kerületben is tudok elég sok rossz példát. Nagyon sok esetben az idegeníti el a diákot, és attól válik ő idézőjelben rossz gyerekké az iskolában, rossz magatartású gyerekké, hogy a pedagógus vagy a tanár nem úgy, és ezzel nem bántani akarom a kollégákat, nem úgy viszonyul hozzá, nem próbálja vele a hangot megtalálni, vagy adott esetben pont egy nagyon rossz hangot talál meg vele, és gondolja bele egy 6-7 éves gyerek, aki bekerül az iskolába, aki addig egy védett környezetben élt, mert ha bölcsibe járt, óvodába járt, hát ott nagyon sok feladata nem volt. Elkap egy nagyon rossz hangvételt egy iskolába, azzal maradandó károsodásokat tudsz okozni. Tehát nekem is többek között én is azért voltam ilyen csibész gyerek, mert nekem egy olyan tanárom volt, aki nehezen tűrte azt, hogy én balkezes vagyok, és kényszerrel jobbra át akart kényszeríteni. Talán azért ilyen hülyeségek már nincsenek. Hát ma már reméljük, hogy ilyenek nincsenek, hát ugye én nem most jártam. Ugye ez még a erő teljesen a 70-es évek végén volt, de sajnos én is beleszaladtam egy ilyenbe, amiből aztán nekem diszgráfiám lett, stb. Na igen, de akkor nektek törekedni kellett nekünk arra, ezeket hogy, kell olyan most kirehabilitálni. Hogy olyan csapatot hozzatok össze. És olyan a csapatunk, ezt én merem állítani. Ez a legfontosabb. Annyit mondjatok még... Bocs, ehhez egy mondatot annyit akartam hozzáfűzni, hogy pont ez az, amiket átéltünk az életünk folyamán. Ez nagyon szükségszerű. És vannak jó emberek. Én az, hogy ilyen vagyok most, amilyen vagyok, azt mindig elmondom bárhol, én dr. Sipos Lajosnak köszönhetem. Fiatal gyerek voltam, a feleség, a Zsuzsika tanított engem az elsőbe, és ismertem a családot. És amikor találkoztam vele 16-17 évesen, ma már tudom, hogy ez mentorálásnak hívják ezeket a dolgokat, és csak akkor még nem volt ilyen szó, és beszélgetett velem, stb. És nagyon sok jó dologra rávezetett. Elvitt múzeumba, mondta, hogy ezt olvassam-e, olvassák könyveket, stb. És ez nagyon szükségszerű. Ha van egy jó tanári gárda, ugyanez Újpesten is, és ezért jó mondja a Balázs, hogy akik itt tanítják a mi gyerekeinket Újpesten, ezek nagyon jó emberek. Mm. Nem csak a szakképzésben, hogy igazából az, a legmagasabb szinten van a képzettségük, majdnem mindegyik egyetemet végezett, és ezeket tudják a gyereket inspirálni arra, hogy tanulj tovább. Uh-huh. Amikor rákattintja a gyereket arra, hogy mit jelent a tanulás, hogy mi az életben a tanulás, és a fejlődésnek ez az útja. Mondok egy nagyon durvát, 25-30 év múlva a világ meg fog változni. Annyira robotvilág lesz, de mindenhol, és annyira a technika, ma már a okostelefonoktól kezdve minden. Ha ezekben a gyerekeink, most nem csak a mi gyerekeinkről, hanem a gyerekekről beszélek, igen, nem tudnak részt venni, és ebben a fejlődésben nem tudnak benne maradni, akkor vége ez van. Végzetes lemaradás. Végzetes lemaradás. Az egy generációkra kiható abszolút, végzetes igen. lemaradás. Két dolgot mondjatok meg még zárásként, mert nagyon elrepült az időnk. Az egyik az, hogy mikor mondjátok majd ezt, azt, hogy ez a program sikeres-e vagy nem sikeres? Tehát hány év múlva kell beszélni? 6 év múlva. 6. Tehát 6 év múlva láttok már. Hát első évfolyam most indult, 5 évnek ki kell futnia. Kimegy? Tehát kimegy, és plusz egy év ugye a nyomonkövetés, tehát abból fogjuk mi körülbelül tudni azt, hogy ki az, aki el tudott helyezkedni, ki az, aki adott esetben egyetemen tovább tanult, ki az, aki a szakmában maradt, ki az, aki elhagyta. Hát akiből ember lett, nem? Akiből... Igen, tehát ez annyi. Én még amit szeretnék, bocsánat, elmondani, hogy a jelentkezés, hogy hogyan lehet jelentkezni. Utolsó, de igen, akkor... Hogyan lehet jelentkezni. Én azt javasolnám, bár erről nem beszéltünk, hogy nyugodtan a már emlegetett Molnár István Gáboréknál itt a Rázy Öngyi Közösségi Központban lehet jelentkezni. Tél utca 52. Itt a Gabival ezt meg fogjuk beszélni, leadjuk a jelentkezési lapokat, ők elirányítják hozzánk. Nagyon nyilván szülőkkel. Szülőkkel adott esetben, igen. De várjuk a gondozott gyerekeket is, tehát nem csak a szülőket, hanem jöhetnek természetesen a gondozott gyerekek is, illetve annyit kell tudni, hogy ugyan a harmadik kerületben vagyunk, de az Árpád híd Budai híd főjénél vagyunk, tehát jó közlekedés mellett könnyen megközelíthető az iskola, és egy nagyon kellemes és jó környezetben van, tehát és mindenkit szeretettel várunk, szülőt is és gyereket is. Hát tudom, én sok sikert hozzá. Köszönjük szépen. És köszönjük a lehetőséget.